Hatalmas fekete koromfolt, színné égett háztartási eszközök, ruhaneműk, ezek a képek Dombóváron készültek szerdán este, miután felrobbant egy vegyes tüzelésű kazán egy családi házban. A robbanás következtében a tűz átterjedt a melléképületre. Ehhez a nagy erőkkel vonultak a dombóvári, a kaposvári, a sásdi hivatásos tűzoltók, és három vízsugárral és kézi szerszámok segítségével oltották el a tüzet. Személyi sérülés sajnos ebben az esetben történt, ez egy ott lakó személynek a keze sérült meg, ő másodfokú égési sérüléseket szenvedett. Ugyanezen a napon Tengelic és Tolna határában pedig a nádas gyulladt ki, mintegy 4 hektáron égett a növényzet. A tűzhöz a Szekszárd, illetve a paksi hivatásos tűzoltók nagy erőkkel vonultak, valamint a tolnai önkormányzati tűzoltók is részt vettek a tűz oltásában. Ők egy vízsugárral, illetve kézi szerszámok segítségével oltották el a tüzet. Személyi sérülés nem történt. A Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság hivatal vezetője azt mondja, a tavaszias jó idő beköszöntével megnövekszik a tűzoltók munkája. Csak Tolna megyében napi 8-9 tűzesethez riasztják a tűzoltókat.